Szép jó napot, Balatónia! Hát mi lesz itt, vasbánya építés befejezése? Már csak 9 nap van hátra! Úgyhogy megnézzük, hogy ma mi készül el szeptember végéig. És hogy hogyan fogom megoldani azt, hogy 1 millió kilométerről onnan, Szellem Arénától ide jöjjenek dolgozni az emberek addig, amíg ott meg tudom építeni a házaikat. Hogy legyen acél. Meg majd ki kell számolni itt is mindent, hogy a mennyi ember mennyi acélt tud csinálni, és akkor abból egyébként mennyi lesz az annyi, mert ha nem annyi lesz az annyi, hanem sokkal kevesebb, akkor semmi értelme nem lesz, hogy annyian vannak. Na. Oké. Akkor elvileg mindenünk már itt van az építkezésen, meghozták még a maradék embert, már csak 8 nap. Mennyit hoztatok? Jaj, 8-at! Hát az nem túl sok. Hozzatok még! Hoznak még munkást? 26 munkás jön még a vasbányában, nagyszerű. 24 munkás is jön, hát akkor pick-pack kész leszünk. Lehet, hogy mire idejön a másik busz már meg se kell érkeznie. 5 nap. Na gyerünk, gyerünk. 3 nap. 2 nap. Hát ők már nem tudnak dolgozni rajta. 1 nap. És dang! Itten van az áramforrás nélküli bánya. Ohohoho. Valahol hoztam áramot, csak mondom. Na, idáig már elhoztam. Szuper, mert akkor onnan még elhozzuk majd ide is az áramot. Mert ugye a bányába kell áram. Most már jöhet a maradék 172 napos, meg a maradék 4165 napos. Megnézem azt, hogy mibe kerülne, hogyha a felső vezetéket is megépíteném, hogy legyen áram. Ugye az acélnak, nem is ez, hanem ezt akartam megnézni. Igen, az acélnak nem ártana nagy feszültség. Így ideg megint csak kell majd egy leosztó, hogy a kicsi áramot meg a nagy áramot behozzuk. Mert ezeknek ugye kicsi áram kell majd. Mindjárt meg is nézzük, hogy egy kis dobozka az amúgy elég lenne é. Ó, nem elég. Nem elég. Jó, hát persze nem elég, az azért elég messze van. Na mindegy, szóval ide majd elhozunk külön nekik egy áramot. Ennek a 3-nak, 4-nek. Oké, és viszont innen meg mindenki más ellátható árammal. Ez azt jelenti, hogy valahol ide kell lecsapni majd egy elektronos dobozkát. Mégpedig egy nagyot. Egy ilyen transformátort. Egy ilyen transformert. Hát ez csak ilyen? Aha. Most innen kellene hozzunk magunknak áramot. Ilyet. Ezt lehet megoldani undergroundban. Ez pedig, ha 1 kilométer hosszú, körülbelül pont oda adja ki. Most ez mennyibe kerülne? Csak úgy halkan. Direkt nem akarja. Aha, 77 000-be. Oké, akkor ez 77 000 lenne, meg ehhez kell aztán még egy leosztó-elosztó. Nem egy ilyen kell. Ez már sokkal szimpibb. Aha, ez csak a kicsiket osztja el, viszont olyan úttal, amin keresztül lehet menni, ami nagyon jó. Ide bejön a nagy áram. Nem is kell nekünk még egy nagy áram. Ugye ezekhez egyikhez se kell nagy áram, csak ahhoz az egyhez. Ha idehozom föld alatti vezetéken ugye a nagy áramot, akkor abból egy be tud oda menni, egy le tud menni délre. Egyből meg be tudok menni egy
transformátorba, tehát nekem kell valamibe bemegy egy darab izéke, és több darab izéke jön ki, mondjuk ilyesmi, csak ez túl sok lehet. Ilyen se kell. Ez se kell. Ez nagyon csúnya, de van. Aha, igen, valami ilyesmi kell majd, mert ebből azért, ha mégiscsak tovább kell vinnünk az áramot, akkor van rá lehetőség. Meg ide a kis dobozkát is le tudjuk pakolni. Csak azt kell megnézni, hogy aha, hogy úthoz lehessen kötni. Minimum. Oda be tudom kötni az úthoz. Ez itt nem néz ki így rosszul. Ha ebből akarom, akkor oda el is tudom vinni még a nagy áramot. Na, ezt ide lepakkolom. Oké. Okay. Akkor akartunk egy 1 kilométeres underground cuccot. Tehetem a másik oldalára is, végül is megfordíthatom az egészet, mert ez csak elhozza az áramot. Onnan az oda. Akkor ott lesz majd bekötve az áramba. Aha. Valahogy így lesz majd ideális. Akkor ezt is megépítetjük a néppel. Akkor az összekötőket kell majd itt másként megoldani. Szuper. Akkor ki is adjuk gyorsan a feladatot, hogy épüljön. Úgy az már épülhet. Ez is épülhet. Most kell a kis doboz. Ah, mondjuk ehhez a kis dobozhoz meg fölösleges ilyen föld alattit, úgyhogy ehhez mehet a sima normál. Mert ezt itt pár méterre kell, csak nézzük meg, hogy mindenkinek jusson. Ah, ugyannak nem jutna. Itt valahol itt jó lesz. Ide lecsapjuk. Úgy. Akkor elvileg ezt be tudjuk kötni oda. Nagyon jó. Oda már van áram. Tudunk adni nagy áramot neki. Na. Úgy. És itt kell még ezt megoldani, hogy itt ugye a nagy áram onnan jöjjön ide. Óhó! Reményeim szerint minden el tud készülni, mert ide be tudnak jönni a járművek, behúzni a cuccokat. Ennek kell egy kis utat építeni, hogy ő is be legyen kötve a rendszerbe. Csöt, be is van! Nagyszerű! Na. Tehát ha meg lesz az áram a vasbányába, így, hogy megnyitottuk, most már csak az üzembehelyezés lesz hátra. Ez azt mondja, hogy nem tudja, hogy mennyit épít, de mondjuk én meg tudom nézni. Banya. Vas. Munkásonként 14 tonnát tud majd hozni. És akkor a vasérc feldolgozót kell megnézni, hogy ő a szűk keresztmetszet. Vasérc feldolgozó az 105-öt tud feldolgozni, nem, 225-öt tud feldolgozni, az 225 osztva 14-jel. Az azt jelenti, hogy 16 munkásra van szükség a bányában. Ha nem túl sok. 16 munkás. Hmm.
Na most, hogyha 16 munkás van itt a bányába, ez letermeli ide a maximumot, amiből lesz ugye, nem bauxit, ez az, ez lesz, 105 darab vasunk lesz, és ő 200-at tud, azaz, mivel csak 100 jön be, ezért 100-at fog tudni gyártani, azaz 22 tonna acélunk lesz naponta. Akkor avval lehet majd növelni a termelékenységet, hogy beállítunk majd valahová még egy ilyet, és abból szállítjuk majd neki befeléje a vazsat. A lényeg azonban, hogy most már nagyon brutális sebességben készül majd ez is. Acél van? Nincs acél! Mert ez a legkisebb mennyiség, megvettük. A 6 pörög jön. Na, itt meg is kezdték már a munkálatokat, nagyszerű. Fullba lesz áram ide is. Ugye innen, majd ahol megérkezett az áram, innen majd le tudjuk húzni a városkába is az áramot. Jaj, de szupi lesz. Azon gondolkozom, hogy ezeknek kiadjak-e valami munkát itt a világ végére. Gyorsabbak lesznek-e. Mégis amíg ezek a betonkeverők nem indulnak meg, addig tök fölösleges. Szerintem ezek el tudják látni ezt a munkát. Na, viszont most lesz egy 2 perc szünet kávé, mindjárt jövök.
No. Hát van ilyen, van ilyen. Azt mondtam 15 órakor. Hát azt elrontottam. De mindig azt számít, ami ki van írva, mert amennyire megbízható az én beszélőkém. Na, szóval itt tartunk, hogy vasbánya van. Készül az acélfeldolgozó. Illetve a vas oxi, vagy hogy hívják ezt? Vasérc feldolgozó, igen. Készül az áram. Áram van, minden van. Tonna szám. Itt is épül a nagy áramfejlesztési részleg, hogy legyen mindenhova áram. Itt a senki földje. Ez igen, ez nagyon vicces, hogy a... Ez a generátor nem generál végül is semmit ide, mert ide kéne hozni munkásokat. Amúgy most már nem is lenne para innen elvinni munkásokat ide. Innen a megállóból el tudnék vinni egy ötöt. Ezt ki is próbálom, valami kis buszt kerítünk. Nem lehet azt itt is venni valahol? Ott nem, de itt sem, mert nincs hely. Na, hogy áll a vonat? Az ott vegyszert. Az szuper. Ó, itt van 100 tonna vegyszer, hát az remek, remek. Egyelőre nem áll le az alumínium gyártás legalább. Érkezik a szén is, bár túl sokra nincs szükség, szerintem a fullba tele van. Ja, hát mennyi szenet hozott már ide, ajjajjaj, sose fogy el. Hát akkor innen valahonnan nézzünk nekik egy kis buszt, és akkor beindult az üzemanyag út is, és akkor ha az beindult, az azt jelenti, hogy odáig elmennek majd a kutatók. Barkaszt fogok venni, mert nekem barkaszom volt. Nekem ilyen fehér barkaszom volt, 1970 van. Na gyere barkasz, légy szíves, innen a vasútállomásról. Vigyél embereket ide. De meglátjuk, hogy működik-e a dolog, mert is lehet, hogy marhán nem fog működni, mert mindenki elfelad dolgozni, és ő mindig ott marad az üres vasútállomásnál, de akkor majd kitalálok más módszert. A nizák azok működnek, azok viszik a 10 munkást egy sokkal távolabbi helyre. Ide a beton factory környékére. Hopp, hopp, hopp! Vasérc feldolgozó is elkészült. Tadám! Már csak ez van hátra, és az a közel 4165 nap. Na, a nyersanyag pedig ott van, acél 104 kell még, az szerintem lesz is itt. Hát! Majd valószínűleg kell még venni egy adag acélt, mert ugye ezekre az építkezésekre is elhurcolnak valamennyit. Ide például 33 tonnát. Úgy még egy adag acél kell majd. És veszem már most. Akkor nem felejtem el később. Baj ne legyen belőle. Ilyen szépen épül már nagyon gyorsan itt a vasútvonal. Pikpak készen lesz egy-két év alatt. Ezek az egyik leghatékonyabb kis targoncák, ezek tolják mind az állat. Vegyszer be, alumínium ki, vegyszer be, alumínium ki.
Alumínium megjött, jönnek érte a teherautók, azt viszik a világpiacra. Na, akkor igen, még kb. 2000-rel vagyunk az eddigi csúcs alatt. De hát nem sokára beindul majd. Hát úgy néz ki, hogy valószínűleg sikerült az arányokat valamelyest belőni, hogy mindenhol már komolyabb mennyiségű ember dolgozik, mert nincs áram. 80-an dolgoznak az áramfejlesztésen. Legyen már áram. Ez itt azt mutatja, hogy fullba van áram, akkor miért írogatja ki, hogy nincs áram, de van. Arbit faktorban is dolgozik azért ember már. Hoppó, de jó. Zabálja is a szenet nem kicsit. Egyelőre tök jól tartja magát ez is. Nagyszerű. Úgy nézem, hogy sikerült felnövelni a lakossággal a létszámokat, mert itt is max környékén, meg maximumon mennek az üzemek. Az olajtermelés is szépen megnőtt. Ez is majdnem 100%, ez is közel van. Ez is közel van. Ez tök jó. Iszonyat termelékenység van. Közben már beindult az aratás is. Hogy ezt már le is aratták, hát itt már csak össze kell kaparni. Élelemtermelés nagyon megy, ruha is van, nagyon jó. Kiegyensúlyozott az ipar. Átlagos termelékenység 96%. Nem szarral gurigázunk. 96%-os termelékenység van. A munkanélküliséget meg mindjárt megszüntetjük ezekkel a felépült gyárakkal, meg hogyha már felépültek és ide nem kell elhozni az embereket, akkor beengedhetjük őket újra az összes gyárra. Hogy oda néz, hogy hozzák az utast? 95, 53, 105, 70, 66, nagyon jó, hát itt több száz ember, az előbb még közel 5000 nap volt hátra, most 1785. Most már csak az acélt kell meghozzák, a járművek, az meg még van, és ez is pillanatok alatt el fog készülni, damn. Ha nagyon akarom, akkor ugye itt is lesz vasúti sín 3, és ide is be lehet kötni a vasutat. Innen közvetlen tudják vinni az acélt. Országszerte. Megnézzük, hogy a barkasznak sikerült-e megoldani a kérdést. Még nem. Lehet, hogy még elsétott ide. Oh, most pont most jön a barkasz. Hát a legjobbkor jutott eszembe ide nézni.
Hoz-e bárkit is a barkasz? Nulla munkást hoz a barkasz. Menjél vissza a vasútállomásra most. Nulla munkás. Elmegyünk a barkasszal, azt megnézzük, mi van. Aj, de szép utak ezek. Ilyen volt kb. A 8-as út is arra, Visonta. Visonta? Azt hiszem, nem, az valami másik van. Inotai. Inotai erőmű van. Na. Balra be. Utas. Van. Sehol senki. Sehun senki. Hát ez így nem lesz jó. Hoppá, állnak a vonatok. A két vonatnak sikerült összekapaszkodnia. Most mennyi haver? Mehetsz. Úgy. Már mehetsz. Őd van, nem? Nem, piros. Most lett zöld. Villogó piros? Olyat se láttam még. Há, jobb lenne, ha nem mennél. Című. De szerintem biztonságosabb, ha nem mész. Na, akkor ezt viszonylag egyszerűen meg lehetett oldani. Egy fordulj vissza utasítással. Kár, hogy nem lehet beállítani náluk, hogy várják meg, amíg fel tudnak rakodni. Ez jobban, de a Transport Feverben ez jól meg van oldva, ott meg van csinálva simán, hogy addig vársz, amíg föl nem pakolsz, akkor ott áll és vár. Forgolódj egy kicsit, amíg jön a másik vonat. Nagyjából mi is csináltunk ilyeneket, ilyen össze-vissza kanyarogtunk, amikor annak idején a barkasszal jártuk az országot. Csak úgy ráérésből csináltunk ilyen extra köröket a körforgalomba, hogy na, menjünk még egy kört! Na, menjünk még egy kört! Senki nem száll be! Wow. Ezt valahogy nem jól csinálom. Ez kigyózó sorokba szépen megindultak pedig az emberek. Akkor ez nem lesz jó ötlet, haver, úgyhogy ezt most itt anyagoljuk. A muszáj lesz innen hozni az utasokat.
Na hajrá! Megnézzük, mert lehet, hogy már kész is van az acélgyár. Készen van, hát mi az, hogy lehet? Fix, hogy készen van. Hogy állnak ezek az építkezések? Hogy ide már csak ember kell? Ide is ember kell már csak. Hogyha a buszok hozzák a népet, akkor lesz itt áram pillanatokon belül. Ide is ember kell. Ez is meg van oldva. Ó, gondolom... Na, itt van, nem látom csak a... Olyan kis... Na, menj úgy, azaz. Na, ennek is már csak emberek kellenek. Rövid időn belül nem hozzák őket, akkor ezekért a pár százakért megcsinálom. Én is nézem, hogy... Ah, be kell jelölni. Jó, hát akkor... Bejelölöm, és akkor valószínűleg hozni fogják őket. Nem csodálkozom, hogy innen nem jutnak el odáig. Ugye nem képesek eddig ellátni az irodából. A hegyeken át. Oké. Okay. Ezt is bejelöljük, és egy dolgot felejtettem el. Nem ezt, hanem ezt, és ezt. De azt majd kiadom nekik még pluszba. Megvan mindez, megvan, oké. Okay. Akár ide is jöhettek. Meg oda is. Na. Most már helyre kell álljon itt is a rend. Azt megengedhetjük, hogy utakon behordják addig is a... Addig építek utat, ugye, ha már utak vannak. Mi ez? A mechanikus alkatrészgyár. Meg valami tök más. Most így nem tudom, hogy mi. Na mindegy, a mechanikus alkatrészgyár. Valamiért... Ja, ez lehet valami cargo station? Storage, aha, ja. Oké, okay, akkor a cargo storage-et is hagyhatjuk, hogy felépüljön. Legyen oda. Oké. Okay. Úgy. Igen, ide embereket kell majd hozni, dolgozni. Az ott jó lesz. A városból fogjuk idehozni őket.
többnyire. Lehet, hogy ez az út itt nem is kell. Szedjem. Hát ezt nem akartam, ezt kellett volna megnyomni. Na mindegy. Az a kérdés, hogy itt alatta valahol el tud-e jönni az út. Ott el tud jönni. Itt is. Ó, szuper. Mert ugye onnan kell őket behozni. Akkor ebbe kell belekötözgetni ezeket a dolgokat. Ez itt mi, hogy miért nem jön ki az út, hello? Na jó, akkor oda nem teszünk. Összekötjük. Úgy. Nem is kell az. Nem arra kell vinni. Ugye elsősorban a bányából kell az embereket majd eljuttatni. Az meg szépen ide bejön. És akkor ez sokkal jobb így. Aha. Nagyszerű! Nem lesz olcsó mulatság. Megint csak a gyár, tehát az embereket kell elhozni. Akkor ezt inkább... Inkább így. Hát majd maximum átépítem az utakat, hogyha mégiscsak az lesz belőle, hogy, szükség lesz itt területekre. Na szóval, az úgy oda oké. Itt eljutnak a munkások, ott eljutnak a munkások, bejutnak a munkások, el tudják vinni az árut. Nagyszerű, akkor ezt adjuk ki feladatnak. Építsék csak, és akkor a földes utakkal megkössük be majd. Az majd oda be lesz kötve. Azt, amit még kell esetleg, ezt itt. Aha, hát ez direkt mindig a másik irányba vannak. Pedig azt gondolnám, hogy okos vagyok, de nem. Úgyhogy ide valószínű, hogy így elhozzuk, és akkor itt nem kötöm még be. Majd akkor kötjük be, amikor már megvan, mert akkor nem is szakaszonként építgetik majd fel. Ígyni. Na, most kaptak feladatot gazdagon. Aszfaltjuk van bőven. Megnézzük, hogy beindult ez a benzinkút. Ó! Van áram a benzinkúton, yeah! Mostantól ezt már lehet használni. Ez meg, hogy ne fogyasszon annyi áramot, vagy üzemanyagot külföldről, akkor hozunk neki. Amíg belefér az ő keretükbe.
Még engedi, az nagyszerű. Oké. Akkor ide se kell már majd. Azt nem baj, ha egy kicsit kifogy, és akkor majd mikor megérkezik, akkor nagy boldogság lesz. Na, itt is már dolgozik 112 ember, úgyhogy pikpak készen lesz ez az 1000 munkanap, mi hiányzik. Hát csak minden. Mondom, hozza az elektromos alkatrészt, nagyszerű, az egészet hozza. Hozza az acélnak majdnem a felét. Beindult a brutális munka. Útépítéstől kezdve minden. Hát minden, amit meg tudunk most csinálni, így kb. Ingyen, linkre azt megcsináljuk. Aj, már megint fiúk. Fordulj meg! Az előbb is segített. Azon gondolkodom, hogy akkor lehet beállítom, hogy ez csak egy irányba mehessen kifele. Mert visszafele innen át tud jönni. Itt át tud jönni. Ja. Jó, hát akkor az lesz, és akkor ebből nem lesz több összeakadás. Ugye ez csak kifele megy. Azon meg mehet ki meg be. Ollé! Na, hát ez megoldja ezt a kényes kérdést itt. De már csak a betony hiányzik, de azt is már hozzák, ott jön a betony. Ez is sokkal gyorsabbak így az építkezések, hogy innen kell csak a termékeket beszállítani a építkezésre, mint azelőtt. Ugye fél országon át kellett hozni. Mikor már követ is hozzák, akkor már nem kellenek teherautók se, akik ide hordják a követ. Hogy jön a vonat, huhú! Hát így, hogy egyre több... Hát talán a három, itt meg van mind a négy. Itt van mind a négy. Oké. Okay. 10 millió. Dől a pénz. Hogy viseli a nép? Hát kicsit gyengén. Születések nem nagyon vannak, mert nincs hol lakjanak, de majd mindjárt megoldjuk. A munkanélküli kérdést kell megoldani majd. De az is meg lesz. Pikpak. Már nem sokára felépül acélváros. Igen, tudom már, hogy mi az, amit mi ígéretet tettem Szellemújvárosnak, hogy majd lesz. Egyetemet ígértem nekik. És az egyetemek nem is lenne jobb helye szerintem, mint itt a tévéseknél. Na, akkor kaptuk egyetemet. Üdvözöllek, Huden 1381.
Köszi, hogy bekövetsz. Na, felszerelés, oktatás. Az a baj, hogy oké, van műszaki egyetem, de ha nincs különbség a műszaki egyetem és az orvosi egyetem között, akkor mi oka lenne? Annak lett volna tök sok értelme, hogy építünk egy orvosi egyetemet, és ott mondjuk az orvosképzést, meg valami kutatólabort valamit kitalálnak hozzá, ahol bármit, akár élelmiszer kikutatástól kezdve akármi hatékonyság lehetne, és lenne a műszaki egyetem, ami meg ekkora. 75 dolgozóval, de van nekünk valami másik egyetem, ugye, amit a modolásnál találtunk, egy ilyen kisebb egyetem, kisebb városokra, mint ez itt. Így, mint iskola. Vagy van külön egyetem? Nem. Iskola, 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 iskola. Valahonnan tuti rábukkantam egy egyetemre. De az egyetemnél, mert ugye gondolkoztam, hogy van olyan? Aha, ez az University, ez a kicsike, amit a másik városban is építettem, de azért bekontrolláljuk. Igen, ilyen kis egyetem, az nekünk tök elég. Kis egyetem, kis főiskola, kis ez, kis az. Minek az a nagy nekünk? Így valahogy szerintem jó lesz. Akkor kell neki egy kollégium is. Az meg csak a simában van, oktatás. Ez ekkora, ez meg ekkora. Ez szimpatikusabb méretében is. Lehet, hogy nem így építem föl az egyetemet. Hanem úgy fogom felépíteni, hogy így egymás mellé elférjen a kettő. És lehet, hogy először a kollégiumot, mert a kollégiumba bemennek, onnan már az egyetemre könnyebben mennek át. Hogy azt mondja, hogy így. Majd ott az orruk előtt megy az út. Oké, okay, egyetem. Ott az átjárás. Áram van, fűtés van, minden van. Egy szuper az egész. Először építsenek ide egy ilyen utat. És aztán, már azt, hogyha ezt megépítem nekik, akkor itt elkezdik majd behordani az építkezés az a cuccokat, ami tök jó, akkor párhuzamosan mennek ezek a dolgok. Na, hát akkor lesz egyetem, hát ne izguljatok, okosak lesztek, nem buták. Na, itt is az van, hogy a szénbányában is tök kevesen dolgoznak most. Még az hoz 100 munkást, úgyhogy akkor lehet, hogy ez csak éves, ja, már 118-an. Ja, igen, mert közben beérkezett a busz. Jó, akkor ez csak egy pillanatnyi szünet, ebédszünetem voltak. Na, itt akkor lesz egyetem. Az már egy fantasztikus eredmény. Az egyetemmel együtt meg fog növekedni a színészek, moderátorok száma is. Mind a két helyen. Haha! Meg az orvosok is lesznek majd elegen. Nem csak át kell hurcolni őket ide.
Na nézzük, elakadtok, még vasút. Nem. Itt legalábbis nem. Ó, já. Szóval itt volt egy lámpa, de nem értem, hogy ő miért nem volt hajlandó bejönni addig, amíg ott az a lámpa, és ő miért nem áll meg? És most mi lesz, fiúk? Hm? Most mi lesz? Tudom, mi lesz. Most az lesz, hogy megtrükközlek titeket. Hogy... Hm. Ez nem volt jó, továbbra se. Igen, ez is a Transport Weaver-be kitaláltak egy tök jó módszert rá, hogy rákattintasz az állomásra, és beállítod, hogy az 1-es, vagy a 2-es, 3-as, vagy 4-es, vagy a 10-akárhányas platformra érkezzen az a vonat. És akkor nem lesz gond belőle, mert ő mindig azon a platformon megy el. De hát ugye ezt a játékot még fejlesztik, úgyhogy ki tudja, hát ha egyszer csak beleérkezik ez a feature is. Na, itt az előbb 1500 napból már csak ez a 150 van hátra, úgyhogy mindjárt lesz áram, és akkor elkezdhetjük szállítani a munkásokat. Föl is épült minden. Az betyár gyorsan ment, azt kell mondanom. Akkor meg is szervezem a munkások szállítását. Mégpedig valahogy úgy kellene megszervezni, hogy ide busz megálló. És hogy idáig elhozza a vonat őket, és innen vigyék. Meglátjuk, hogy ez mennyire lesz sikeres. Mod, busz megálló, megálló, állomás. Ez a kedvenc megállóm egyébként, mert ez nem kér enni, ez kicsike. Bár ebben csak 200-an férnek jut eszembe, hogy 200 ember fér egyszerre. Még az vonat úgyse tud többet hozni, mert hogy az van. Na, nem fér ide. Ajjajjaj. Így ide fér. Akkor így fogjuk tenni. Megépítem pénzből, nem bohóckodunk 1800-zal. És tök véletlenül, egészen véletlenül van egy gyárunk, ami buszokat tud gyártani, ha kell. Na, hát akkor gyártsál már buszokat, légy szíves már. Úgyis van egy Ikarusz, az ide nem kell. Felküldjük, mintha ide küldenénk. Már kaphatja is az utasítást. Oda. És igen, ide lehet, hogy van egy megállót építsek. Mindegy, egyelőre beállítom oda. Akkor kap itt is egy megállót. Hát oda csak azon az úton keresztül tudnak menni, akkor igazából mi nem akar csatlakozni az az út. Ez kb. Ott van középen mindenkihez. Megnézzük, hogy mi a baja, mert valószínűleg az út meredek, aha, túl meredek. Vagy de bénán nézel ki.
Ó, nem pénzből, jaj. Nem vesztettem túl sok. De muszáj leszek pénzből. Akkor jó, akkor pénzből akartam csinálni. Na, akkor nézzük meg most. Busz megálló. Ott már most már tudja, hogy mit akarunk. Kb. Most meg azt nem mond, hogy most meg túl alacsony és azért meredek. Na akkor így, így lesz, tessék. Csináld csak. Ide jön az Ikarusz, de akkor neki megadjuk az új megállót. Az lesz a megálló, vasbánya meg ékszelve. Van, mehetsz is. Hogy nem megépítjük a kis gyalogutakat. Mindenhova lehetőleg gyorsabban jussanak be. Hát utána nem tudom megoldani. Ah, igen, meg talán meg azt nem tudom megcsinálni. Vagy... itt kitöröljük. Azt onnan töröljük ki, úgy. Ezt itt ide egyenesen levisszük. Akkor már is meg tudjuk oldani, hogy a gyalogos úton jussanak el a munkahelyre. Tessék. Oké, ez a három munkahely, ahol el kell jussanak, igaz? Igen, oda, 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 van, megvan. Hát már készülnek is ezek a fantasztikus kavics kukacok. Na és akkor nekik most van feladatuk, mert ha nincsen, akkor ugye ezeket innen kikapdossuk. Most nincs dolguk, akkor ők is össze átirányít oda. Utána megkapja mind a négy ezt a feladatot, hogy innen vigyen embereket oda. Meglátjuk, hogy kell-e annyi, vagy nem. De messze van. És akkor már csak azt kell kiválasztani, hogy a vasútról, a megállóból menjenek az emberek dolgozni. Menjetek oda, menjetek oda. Megmenjetek oda, megmenjetek oda. Ez a négy hely van, igaz? Igen. És oda. Akkor ez legyen itt mondjuk a... fele oda menjen. Fire Stationbe. Ha, elég lenne az 1%. Bauxit feldolgozóba se kell sok, és akkor...
Hát megnézzük, hogy így mit reagál. Azt mondja, hogy a 20%-a az kb. 100 ember, igaz? Ja. 500-ból. Itt lesznek kb. 100-an, meg itt is lesznek kb. 100-an. Amennyi van a vonat, annyi embert hoz. Akkor ide meg megérkezhet egy csomó másik ember. Te most kapsz egy ilyen fordulj visszát. Mert most már megjöttek oda az utasok. Csak én voltam hülye és nem csináltam nekik rövid utat. Na, lehet, hogy ezt is sikerült megoldani. Hogy be tudjuk indítani ezt a termelést. Ugye megnézzük az első buszok, amikor beérkeznek, hogy mi lesz. Hát rajta még nincs senki, úgyhogy itt visszafordítjuk. Mi lesz az első? Nem! Ő sem. Ott van a 105 munkás. Na, menjünk dolgozni! Szabad Garacsi úr, hát megnyitottuk a vasbányát, megnyitottuk a vasérc feldolgozót, és megnyitottuk az acél üzemet, és amiről nem maradtál le, az a valódi munka, mert most fog megkezdődni a munka. Éppen a busz, amiben ülök, ezzel szállítjuk az első 100 munkást a acélváros ipari negyedébe. Szavasz, haver, szavasz! Ezen kívül éppen épül az egyetem Szellemújvárosban. Megkezdtük az utak építését a szénbányászati szekcióhoz is. Buszokat gyártunk utasok szállítására. Nagyjából ezek voltak azok a komolyabb dolgok, amiket véghez vittünk az utóbbi néhány hónapba, amiről lemaradtál. Igen, ugye ígértem nekik egy egyetemet, és hát mint jó miniszterelnök, vagy nem tudom, jó vezető, inkább így mondom, mint jó vezető nem tehetem meg azt, hogy nem tartom be az ígéreteimet, ezért kapnak egyetemet. Na, itt van a betonművek, az útépítő szekciója az országnak. Ja, meg felépítettük az áram szolgáltatást is, ami hoppá, itt egy kis tankolás, igen. Nagyon bekészültünk. Ja, és volt egy üres benzinkutunk, amin nem volt ugye áram, és hogy ne áramot vigyünk, ezért odaraktam egy ilyen mini erőművet üzemanyagból, ilyen dízel erőművet, amiben munkás kellett szállítani, és vettünk egy barkaszt, és most egy barkasz szállítja oda a melósokat. Azóta az is beindult, és a hókotróknál ez sokat fog számítani, mert ugye a hókotró oda megy dolgozni, ahol van valami, ami elakadhat. Ezért azt a részt is most már szerintem szépen le fogják pucolgatni. Úgyhogy most elutazunk a munkásokkal, a polgártársakkal a munkahelyükre, ami itt lesz balra. És lehelyezzük az alapjait az acélgyártásnak azzal, hogy elkezdjük a bányászatot. Ide raktunk egy ilyen buszmegállót, ahonnan mindenki egyformán nagyjából elérheti a munkahelyét, ott az acélüzem,
akkor megnézzük a szá... Oda néz, szét spriccelnek a melósok. Hát az már majdnem 100%-kal üzemel. Áramforrás nélküli épület? Na, ájjájjáj. Mi hiányzik az áramhoz? Tudom, mi hiányzik. Ez. Nem? Ebben van áram. Hey. Ebben van áram? Ebben nincs. Ah, ez nincs bekötve a másikkal. Ó, te jó ég. Aha, oké, mindjárt, mindjárt. Mindjárt lesz áram. Mit építettem fel oda véletlenül? Semmit? Oké, okay, akkor most mehet a rajt. Jaj. Ha van áram, áram van, minden van, megindult az termelés. Ott már tele is van a raktár. Itt meg szén hiányzik. Aha, ja, hát a szén az hiányzik még. Tehát kellett volna hozni. Azt most akkor hozok, jó? Szerencsére van egy 5 millió billencsünk. Akik innen fognak tudni szenet hozni, mert ez azért van kitalálva, de hülye vagyok. Na itt vannak billencsek? Jó napot kívánok! Persze, hogy vannak. Akkor ti kaptok egy kis átirányítást oda. 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 Akkor gyorsan ezekkel megindítjuk a szénszállítást. Ott felrakottok szenet. És... ott meg lerakod. Lerakodás szenet, nagyszerű. Rajta. Nem baj, addig legalább feltöltik rendesen. Ha nem ez kell, hanem ez kell. Kapsz egy megoldást, hogy oda lerakod oda. Szenet. Itt meg felrakodod a szenet. Rajta! Hát ne felejtsük, hogy billencsünk annyi van, mint a szemét. Van ilyen nagy billencsünk is, és kettőt beállítunk oda. Mert ott a szén iszonyatosan kevés lesz. Nem, te hosszú rakodó vagy. Jó, hát innen még nyugodtan ilyen 12 tonnás billencsből 3-at beállítunk oda szénhordónak. Hogy egyszerre csak 4-et tudok ide rakni, oké. Okay. Na. A szén, itt a szén. Onnan. Nem le, hanem felrakodás. Ezt miért azonnal a lerakodás jut eszébe, amikor az egy kirakodó.
Már mehet is. Te is mehet. Te is mehet. Ott lerakod. Itt megberakod. És mehet. Na. Hol lesz mindjárt, mindjárt. Igen, de valahogy ez a másolás dolga mindig bénázok, úgyhogy ezt majd egyszer, amikor lesz időm csak saját magam játszani, akkor majd elbénázgatok vele, hogy mindent kitaláljak. Addig meg ez gyorsabb. 100 éves leszek lassan, úgyhogy kicsit lassan, de tanulok. Lehet, hogy itt csak egy aszfaltozón van. Nem túl sok. Beállítok. Na, ez be, úgyis kő van, de keresünk akkor valami billencset, amit be lehet állítani. Másik melóra. Akkor azt elküldjük szintén ide. Vénér. Lerakodás szénér. Akkor ide megveszünk még egy aszfaltozót. Nem voltunk felkészülve ekkora mennyiségű aszfaltozásra. Azt már mindjárt viszik is ki, ugye? Ugye? Pakoljuk fel egy teherautóra? Úgy, úgy. Már mehet is. Vittes, hogy itt állnak ketten. Itt nincs aszfaltos. Ő várja az aszfaltozó billencseket, ők meg várják az aszfaltterítőt. Jó okos. Igen, ide is jön a kavics szállítás nagy mennyiségben. Mert ugye beindult az elszállítása is. Itt már jön az első szénszállítmány. Igen, szén és kavics. Na, szeptember 15. Még 15 nap van hátra körülbelül ebből a részből. Az jó, az még negyed óra. Negyed óra alatt még sok minden készülhet el. Főleg acél készüljön el. Hát itt már benn van a tonna. Ezért, mert ugye szénből dupla annyit használ, mint nem szénből, hanem vasból. Na itt megindult a nyúzás. De mit nem szállít a szenet? Forduljál meg, mert tök üresen nem menjél oda. Viszont szépen látják emelóssal őket, hogy annyi munkás körülbelül érkezik, amiből azért már tudunk gyártani. Még az is akkor gyártana 20 valamennyi acélt, hogyha lenne 500 munkás.
Tehát az egyelőre még nincsen. Meg mit hozott ide? Aszfaltot. Az miért? Ja, mert ez idáig tart, oké, és akkor innen jön majd a következő szakasz. Ravasz, ravasz. Hopp, befolyik a szén, oda nézzünk. Vá! Az ott acél, ami készül. Babam, babam, babam. Közel egy tonna acélunk már van. Hát nem mondom, hogy akkor már nem is kell sehonnan se vennünk, se mennyit se, de azért bízom benne, hogy itt hamarosan ezt sikerül elérnünk, ha beállítjuk ezt a rengeteg szénszállító járművet. Még arra is gondoltam, amolyan turpisságként, hogy őket is beállítom, hogy hordjanak, ha már itt vannak. Itt is van egy csomó billencs, ott szépen felrakodja a szenet. Addig legalábbis, amíg... Bum! Amíg felépül a szénrészleg, addig ömöljön a szén, mert acél az meg soha nem lesz elég ide, amennyi kell. Meg ide, amennyi kell. Ugye csak ehhez kell már 133 tonna. 143 tonna. 163. 169. 194 vagy 5. 230. 270. 340. 540. 565. 605, 610, 880, ez itt 880 tonna acél, ami kell oda. Oh. 884, 900, 1060, 1073, 1076, 1080, 1093, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70, 91, 1160, 1200, 1210, az nem érdekes. 1220 val együtt 1230, 1310, 1320, nagyjából 1320 tonna acél kell, hogy itt mindent ellássunk vele, és még a mechanikai alkatrészek hozzá. Úgyhogy nem kevés, nem kevés. Hát acél pikpak meg lett, ahogy írott Kristóf, azon, szinte azonnal lett acélunk. Már van 6 tonna. 1600-ból. Hm? De ideig elhoztuk az áramot már, és működő acélgyárunk van munkásokkal. Csak mondom, amis a munkások nem akárhonnan jönnek, onnan. Onnan jönnek ide dolgozni. Míg fel nem épül a város, hát még azt nem állítanám be, hogy az acélt innen szállítsák, mert itt nagy mennyiségben van. Bár a 150 tonnás raktár egyébként egészen jó. Nem mondom. Meg ugye ez is majd egy raktár lesz, úgyhogy lesz hol onnan elszállítani majd. De megint jött a szén, nézzük csak. Pikpak készül.
Ugye minden egyes tonna szénből lesz egy tized tonna acél. Kicsivel több. Na. Nézzük, hogy áll az egyetem. Foglalkozni kell az okoskodással is, nem csak a butáskodással. Na, itt szinte pont jókor érkeztünk. Mert az utolsó 100 munkanap van hátra, hogy leaszfaltozzák. Ezt a útszakaszt. Akkor lesz az egész jól áll. Ugye át kell írni. Bellemújváros. Ipar. Nem lehet? Miért nem enged többet? Hát akkor így marad. Akkor egyelőre nem írjuk át. Az, hogyha ez elkészült, akkor két bekötő utat kapnak, és akkor ez is elkezd épülni. De jól sejtettem, hogy ezen a kis járdán keresztül szépen mindenki beszivárog. Acél hiányzik. Tudom, hiányzik az acél, nekem is hiányzik. Nagy mennyiségben hiányzik. Azt mondja, hogy... De tudok kevés acélt is venni, csak azon gondolkodom. Oda ilyen 140 tonnányit meg kell vegyek. Már. Na bum. Tele vagyunk pénzzel. Ne ez okozza a problémát. Alumíniumot küldünk ki eleget ahhoz, hogy acélt tudjunk venni. Ne legyenek ilyen akadályok előttünk. Na megjött a targ... Ezért targ... Megint targoncát mondtam majdnem. Hol megjött az úthengerünk. Lehengerlő munkával pikpak végezni fog. Vasutat nézzük még meg, hogy valahol összeakadtak el, de azóta úgy nézem, hogy ez működik, talán itt. Itt igen, itt szuper kis összeakadás van végre. Mi lenne, hogyha te átmennél most ilyenkor odáig? Nem megy át. Még így meggyorsítottuk az útját. Nem én gazdagodok, ez közvagyon. Ebből nekem semmim lesz, az a tropikó, ahol el lehet tenni magánvagyont. Ez a külföldiek mocskos pénze. Ha lehet, akkor inkább nem használjuk. Meg úgyis arra kell, hogyha esetleg bevándoroltatni kell valakit, vagy hip-hop-pik-pak nagy a baj van, ez a vésztartalék. Na nézzük, hogy a szénüzembe érkezik-e már iszonyat mennyiségben szén. Hát úgy látom, hogy valami beindult, mert megduplázódott az acélunknak a száma.
az már nem kevés jármű. Már sorban állás van. Benni is átcsorgott 3, előtte is átcsorog 3. Ez nagyszerű hír, mert hogy az azt jelenti, hogy több érkezik, mint amit fel tudnak egyszerre használni. Így folyamatos lesz a termelés. És még érkezik munkás is, most 60-an voltak. Ott bepattog még egy pár melós, és viszonyat dübörög, mondjuk így nagyobb lesz ugye a fogyasztás is. Na, de nézzünk, 115 ember dolgozik az acélgyárba, hát 20 tonna acél lesz. Még így is egy halom munkanélkülünk van, azt mondják. Diszidálás, Jézusom, mi történt? Mi nincsen hol? Ruha, elektronika. Itt minden rendben van, úgy néz ki. Itt akadtunk fent valamin. Oké. Tudom már mi a baj, hogy most már vissza kéne állítani, hogy a vonat hozzon. Vagy a raktár hozzon némi ruhát is, meg elektronikát is. Meg mondjuk hozzon szeszt is. Ja, hogy ez most mi? Azt mondja, hogy nem jó helyre kattintottam. Oké, kajaraktár. Legyen lerakodás. Ezekből itt meg legyen berakodás. Balaton Almari Big. Oké, pia. Elektronika. Oké. Topcsi. Na mindjárt lesz, várjatok egyet. Ajajaj. Na nem baj, az gyorsan visszaáll, mert úgyis akiknek nincs lakásuk, azok majd beköltöznek a helyükre. Nem sok ruhát hoz meg egyebeket, itt semmit már megint tele van vegyszerrel, azt nem tudja lepakolni, meg elektronikával, amit megint csak nem tud lepakolni. Úgyhogy valami nem stimmel így a logisztikában ennél a játéknál, mert azt se tudom beállítani, hogy különböző vagonokon különböző termékeket hozzon. Az meg baj. Az baj. Addig is meg kell oldani, hogy ne legyen pánik. Hogy... miért ennél oldottam meg? Hát nem itt kell. Nem itt kell. Na. Meg itt is meg kell oldani. Akkor ezt ki kell okosítani magamat, hogy hogyan lesz ebből jó megoldás. Itt valószínűleg, hogy akkora szállítmányok érkeztek, hogy a raktárunk betelt, igen. Ja. Ami jó hír, mert az azt jelenti, hogy túltermelésünk van. A rossz hír benne csak az. Megint, hogyha azt csinálom, hogy akkor állítsuk be, hogy kezdjenek el innen hordani a határa, akkor elhordják az összeset a határa, akkor itt lesz a probléma. Úgyhogy ez lesz a következő részünknek a megfejtése, hogy hogyan fejtsük meg a megfelelő áruszállítást ezekre a pontokra, hogy mindig legyen hely annak a kenyérnek, meg egyebeknek.
a vonatban. Na, de a nap örömhíre az az volt, hogy beindult az acélüzem, és termeltünk 34 tonna acélt már majdnem. És ezzel együtt felgyorsulnak majd az események, hogy itt is megépülhessen minden. És akkor majd nem lesz kivándorlás. Na, köszi, hogy ide néztetek, és akkor hamarosan, egy körülbelül fél óra múlva, vagy valami ilyen, igen, kb. Fél óra múlva lesz egy kis Far Cry lövöldözés a vadonban őrült fanatikus vallási fundamentalistákra. No, szevasztok!